Az Amerikában elszigetelten élő magyarok és magyar vállalkozások számára kívánt közösségi és üzleti csomópontot, hábot létrehozni Pazaurek Piros. Aki magyar férje munkája kapcsán került az új világba, és az amerikai állampolgárság megszerzése után is elkötelezetten dolgozik a magyar közösség építéséért. A Hungarian Hub az amerikai magyarokat kívánja összekötni egy helyen. Minden információ, ami őket érintheti, legyen az egy esemény, egy magyar szervezet, vagy éppen konzuli információ, mindenki mindent egy helyen megtalálhat ezen a weboldalon, illetve applikáción. Nagyon fontosnak tartjuk azt, az egyre bővülő önkéntes csapatunkkal együttműködve, hogy ténylegesen egy olyan összetartó, összehúzó erő legyen, olyan kommunikációs platform, amely mindenki számára elérhető, könnyen és érthetően tud biztonságos navigációt adni az Egyesült Államokban. Emellett a Hungarian Hub már önálló programokat szervezve is igyekszik összekovácsolni a kinti magyarokat. Margit Patrícia, New York-i lelkes tolmács keresett meg minket azzal, hogy azt tapasztalta, hogy az idősek nagyon igénylik azt, hogy valaki beszélgessen velük. Ekkor született az ötlet, hogy asztalos emese lelkésszel, illetve az otthoni délután alapítvánnyal közösen együttműködve kialakítanánk egy olyan programot, amely azt hivatott megcélozni, arra hivatott létrejönni, hogy segítse ezeket az időseket, illetve a 40 fölötti olyan korosztályt, akiknek bármilyen lelki problémájuk van. Szeretnénk azt, hogy későbbiekben önkéntesek tudjanak az időseknek például a gyógyszerkihordásban segíteni, vagy étel és egyéb bevásárlási tevékenységekben közreműködni. Más korosztályt is megszólítanak azzal a virtuális színházzal, amely a földrajzi távolságokat is leküzdve teremt közösségi élményt. Kitaláltuk azt, hogy mivel elmaradtak a magyar események, hogy nagyon jó lenne mégis valami kulturális életet vinni a magyar közösség életébe, és azt találtuk ki, hogy csináljunk egy virtuális színházat. Igyekeztünk olyan műsorokat összeállítani, amelyek mind a gyerekeket, mind a felnőtteket meg tudják szólítani, és ténylegesen egy igazi, élő élményt tudunk ezzel varázsolni számukra. Az első ilyen programunk például a gyerekeknek szólt, amely Szalóki Ágitól kezdve neves színészek, úgy mint Szinetár Dóra is részt vett ezen az eseményen. A másik ilyen műsorunk kortárs művészek bevonásával valósítottuk meg az anyák napját. Ilyen volt például Karafiát Orsolya, vagy éppen Péterfi Bori is részt vett ezen az eseményen, amire tényleg nagyon büszkék vagyunk. Az összetartozás napja alkalmából egy olyan műsort állítottunk össze, hogy 12 helyszínről jelentkeztek be élőben művészek, népművészek, és olyan emberek, akiket azt gondolom, hogy mindenki ismer. Köztük volt például Grillos Vilmos is, akire tényleg büszkék lehetünk, illetve Gyimestől egészen Moldován át, New Yorkon keresztül mindenhol nagyon neves tehetségek vettek részt a műsorban. Pazaurek Piros idén a 7 tipp az erős magyar közösség építéséhez Amerikában címmel könyv formájában is megosztotta a közösségépítés terén szerzett, mások által is hasznosítható tapasztalatait. Üzletasszonyként pedig azt is fontosnak tartja, hogy mindig legyen B-tervük. Pandémia idején nagyon sokan elveszítették a munkájukat. Ezeknek az embereknek szeretnénk segíteni oly módon, hogy olyan cégeket próbálunk megkeresni és felkutatni és felkérni arra, hogy amennyiben látnak arra esélyt, hogy új munkaerőt vegyenek fel, akkor gondoljanak elsősorban a magyarokra, akik itt élnek az Egyesült Államokban. Azoknak szeretnénk segíteni, akik már itt élnek és valamilyen okból kifolyólag nem tudják folytatni a munkájukat. Itt a Friends Club Hungary-vel működünk együtt Magyarországról. Blue Colibri és más lelkes együttműködő szervezet alakították ki ezt a fantasztikus programot Magyarországon. Mi ezt tulajdonképpen adaptáltuk és a saját formánkra igazítottuk. Jelezve, hogy a Hungarian Hub nem csak az Amerikában, hanem az óhazában élő magyarok között is összekötő kapocs kíván lenni. Ezért is szervezték meg idén tavaszra a floridai Daytona Beach-en az amerikai magyarok legnagyobb találkozóját, a Hungarian Summitot.
ám a gazdasági, kulturális és társadalmi kapcsolatok erősítését célzó csúcstalálkozót a Covid miatt szerényebb keretek között csak Budapesten lehetett megtartani a nyáron. De a tervek szerint jövőre már az USA-ban találkozhatnak az esemény résztvevői.